Még tavaly szeptemberben kezdődött a Mandabokori Művelődési Ház felújítása, a beruházás célja az energetikai korszerűsítés volt. Már az épület külsején is látszik, hogy valami változás történt, illetve az udvar képe is megváltozott. Akadálymentes parkolót és rámpát alakítottak ki, így a mozgássérültek is könnyebben látogathatják a művelődési ház programjait. A régi ajtókat és ablakokat korszerű nyilázárókra cserélték, az elavult gázüzemű meleg levegős befúvós fűtési rendszert is kicserélték, illetve a homlokzat hőszigetelése is megvalósult. Manda bokorban és a környékén mintegy három ezeren élnek. Régi vágyuk volt egy korszerű közösségi térre település részen, mivel az itt élők aktív közösségi életet élnek. A közösségek ápolják a tépák hagyományokat, és a városi rendezvényekkel párhuzamosan mi is itt szervezünk különböző rendezvényeket. Az utolsó rendezvényünk a Covid előtt 2020-ban volt, ami egy ö, óvodai bál volt, és utána sajnos ugye bezártak a közintézmények. Én azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy örömmel jöttek ide. Szombaton volt a nyitó bálunk, a nyitó rendezvényünk, amit a Generációk Egyesülete szervezett, hiszen ő az, aki a közösséget itt aktívan összetartja, és a programokat szervezi. Május 7-én, vagyis jövő hét szombaton Majáli is szerveznek a felújított épületben, ez már hagyománynak számít Mandabokorban, a művelődési ház egy terület és település fejlesztési operatív program forrásából újulhatott meg, összesen 51 millió forintból, ennek jelentős része pályázati támogatás volt, de az önkormányzat saját forrásból finanszírozta a belső festést és a parketta felújítását. Még jóval a Covid előtt az önkormányzat vezetése arra, ígéretet tett arra, arra hogy nem csak a központi kulturális épületeket fogja felújítani, hanem nagyobb figyelmet fog szentelni a kültöröteken lévő különböző kulturális intézményekre, művédési házakra, könyvtárakra, könyvtári egységekre. És ahogy lehetőség volt különböző pályázatokban, itt jelen pillanatban energetikai pályázat valósult meg, az önkormányzat pályázott nyilván, ez is, és az egy ezzel együtt megvalósuló Városmajori Művelődési Ház rekonstrukció is. Nagyon-nagyon régi épületeket takar, amelyek nem voltak energiahatékonyak. A Mandabokori intézményen túl két további külső városrészben lévő épület is megújult. Egyrészt a Bormányai Művelődési Ház. Itt energetikai korszerűsítés történt, az épület homlokzati hőszigetelése mellett fűtés korszerűsítés zajlott, illetve rámpát építettek és akadálymentes mosdót alakítottak ki. A homlokzati nyilázárókat műanyagra cserélték és napelemes rendszert alakítottak ki. Hasonló beruházás zajlott a közelmúltban a városmajori Majori Művelődési Házban is, amire 72 millió forintot fordított az önkormányzat.